Egy ifjú szobrász, Törő Gábor kiállítása nyílt meg Sárospatakon, a Művelődés házában. Gábor jelenleg a Képző Művészeti Egyetem hallgatója, de már gyermekkorától kezdve a művészetek felé hajlik. Fiatalsága ellenére nagyon absztrakt szobrai vannak. Elmondása szerint műveinek még nincs konkrét üzenete, egyelőre a tanulmányai során próbálja minél jobb színvonalon megmutatni a mindannyiunkat körülvevő világot. A művei témájául érdekes személyeket, tárgyakat keres. Olyan modellt keresek hozzá, aki érdekes, valamiért megfog. A portrék modelljeit például az utcáról szedtem össze, úgymond. Tehát volt, akit megszólítottam, hogy volna kedve modellt ülni. És hát így, hát ami megfog, ami valamiért érdekesnek találok, megragadhatónak találok, azt szeretem megcsinálni. A kiállítást Borsi Antal nyitotta meg, aki már gyermekkorától ismeri és irányítja a fiatal tehetséget. A legnagyobb öröm, azt hiszem, mint minden tanárnak, aki valaha ifjúsággal, gyermekkel foglalkozott, legnagyobb öröme abban telik, hogyha jó talajra hullanak gondolatai. Ha azt látja, hogy ez megértette, s tovább viszi. Az igazi mester, azt mondja, az igazi mesternek nem is tanítványai vannak, hanem maga is mestereket nevel. A legjobb érzés. A Művelődés háza és könyvtára igazgatója elmondta, nagyon örül annak, hogy az idei év kiállítás sorozatait egy sárospataki kötődésű ifjú művész szobraival nyithatták meg. Természetesen nagyon örülök neki, hogy a 2013-2014. Évi kiállítások sorozatát egy városunkhoz ezer szállal kötődő fiatal tehetséges művész nyitja meg. Ebben a térben, ahol most vagyunk, több alkalommal adtunk már teret patakon élő vagy patakhoz kötődő amatőr alkotóknak, és hát bízom benne, hogy ez az idei sorozat is a Gábor kiállításának megnyitójával egy szép szezon kezdetét jelenti majd. Gábor a most bemutatott szobrokat az elmúlt 8 év munkáiból válogatta össze. A közeljövőben a fiatal tehetség szeretne kijutni egy külföldi egyetemre tanulni, majd távlati terve, hogy a szakmát is külföldön folytatja tovább.